Dr. Kristóf Ilonát már ismerhetik a kedves nézők, hiszen járt már nálunk itt a stúdióban világutazóként. Ő egyébként az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének főiskolai docense, és most elhozta velünk, illetve hát eljött vele a férje is, Szűcs Tamás történész, az egyetem óraadó tanára, aki viszont az UNESCO világörökségének helyszíneit látogatja csúcstartóként. Hát nagyon sok érdekes dologról fogunk szerintem beszélgetni, igyekszünk 10 percbe besűríteni sok-sok minden érdekességet. Sok szeretettel köszöntöm Önöket itt nálunk a stúdióban. Kezdhetjük egy kicsit a férjével, Ilona, már csak azért is, mert hogyha itt a bevezetőben említettük ezt a csúcsot, akkor egy kicsit beszéljünk erről, hogy mit is jelent számokban ez a csúcs. Hát én csúcstartó igazából csak magyar viszonylatban vagyok. A nemzetközi listán, hogy ki hány világörökséget látott, ki hány világörökséget látogatott meg, ott csak 13. vagyok. Azt hiszem, ez a csak azért, ez nem annyira csak. Igen, de azért ez, tehát az nem csúcs még. Ez jelenleg 721 helyszínt jelent, ugye az 1154-ből. Azt a mindenit. Ez, és ezt mennyi idő alatt sikerült felkeresni? Hát így őszülök már, tehát már elmúltam 54 éves, úgyhogy azért ennyi idő alatt, nyilván aha, ugye az én gyerekkoromban, amikor még csak 3 évente egyszer lehetett menni így van külföldre, akkor ez egy jóval lassabb növekedés volt, de hát a szüleimmel is utaztunk már, és hát az utóbbi időben, utóbbi évtizedekben, amikor már azért a határok megnyíltak, és jóval több a lehetőség arra, hogy Magyarországról kiindulva is bejárjuk a világot, akkor ez exponenciálisan növekedett ez a szám. Nyilván az elmúlt 2 évben megint egy visszafogottabb növekedés volt, de hát idén, hál' Istennek, megint nyitva állnak a határok, úgyhogy megint utazunk. De jó ezt hallani. Egyébként van cél? Tehát számokban kifejezett cél van, hát hogy... Nyilvánvalóan az a cél, hogy az összes. Ennél kisebb célt nem érdemes, nem is érdemes elállítani. Minden ennek a közösségnek, ugye ezt van ennek, mint mindennek van angol neve, most már competitive travelnek hívják, tehát körülbelül versenyutazásra lehetne fordítani. Mindenkinek az a célja, hogy a maximumot hozza ki. Nyilvánvalóan ennek vannak fizikai határai is, mert vannak olyan világörökségi helyszínek, amik vagy annyira eldugott helyen vannak, vagy annyira távol vannak a civilizációtól, vagy konkrétan nem lehet azokat látogatni, de mondjuk akik előttem járnak, hát azok már bőven a 800 fölött, 800-900 környékén. Hát akkor arra kell törekedni, hogy a csúcstartás megmaradjon, ha más nem szűkebb hazánk belül. Egy kicsit beszéljünk akkor Dél-Törökországról. Én is imádom Törökországot, nagyon szeretünk odajárni, de hogy Törökországnak ez a Anatólia nevezetű része, ugye a szír határnál, ez mennyire biztonságos például, most csak az első kérdést így oda csapja, mennyire kell ott félni, nem félni, mi a helyzet ott? Jelenleg abszolút biztonságos. Nagyon régóta terveztünk már ezt az utazást, tehát nyilván a kurd helyzet, a szírháború mindig befolyásolta, tehát ez tavaly szeptemberben voltunk, akkor éppen azt lehetett mondani, hogy teljesen nyugiban el lehet menni. Nem mondom, hogy nem izgultunk indulás előtt, nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt. Az utóbbi évek ilyen szempontból egyik legbiztonságosabb, legnyugisabb, legmosolygósabb utazása volt, tehát biztonsági kockázattal sehol nem találkoztunk. Nyilván a kurd területeken ott vannak a őrtornyok, amiben alapvetően azért vannak katonák, és az, hogy Törökországban, különösen a belső területeken, a nagyvárosok előtt vannak katonai ellenőrzőpontok, az nem csak Dél-Törökországra jellemző, hanem a belső területekre mindenhol. Bennünket bérelt kocsival mozogtunk, bennünket soha nem állítottak meg, hát nyilván benéztek a kocsiba, láttak egy csomó nagyon nem kurd kinézetű figurát, és nem állítottak meg bennünket.
Konkrétan a szírhatár mellett kocsikáztunk, nyilván ez, mivel katonai felvonulási terep volt még nem is olyan régen, iszonyú jók az utak, és elmentünk Diyarbakirba, tehát a híres Diyarbakirba, ahol pár évvel ezelőtt még lőttek meg a kurdok ellenállásának tulajdonképpen a központja. Mi turistaként semmit nem éreztünk belőle. Mondanám azt, hogy Mexikóban zavaróbb a rendőri jelenlét, mint Dél-Kelet-Törökországban. Van egyébként persze. Hihetetlenül kedvesek az emberek, belső turizmus van. Tehát törökök vannak sokan, hogy éppen a képeken, a slideshow-n látszik is, hogy kaja, tehát ez gasztronómiai szempontból egy borzasztó fontos és híres régiója Törökországnak, úgyhogy hát azt vettük észre, hogy a belső turisták azok kajálni járnak ide többek között. Mi is azért ebbe belecsaptunk rendesen, és külföldi turista nem nagyon van. Tehát az a fajta turista csalogatás, lehúzás, amiről az ember tart, különösen az ilyen bazáros jellegű helyeken, nyomokban sem volt. Tehát parkoltunk többé-kevésbé szabálytalanul az egyik szállodánál, mert vártam, hogy majd kijönnek és megmondják, hogy hova kellene a kocsit éjszakára lerakni, és akkor kijött a boltból a tulaj, azt hittem, hogy le fog minket tolni, hogy most mit csinálunk itt, és hozott egy sámlit, hogy üljek le ott az árnyékban, amíg értem jönnek, hogy hova vigyem a kocsit. De jó. Tehát a bácsi kijön a szabóüzlet, a szabóságból, és ahelyett, hogy elzavarna bennünket, beinvitál, hogy fotózzuk le, és a centit a nyakába rakja, és pózol a szabóollóval. Tehát csak ilyen sztoriaink voltak. Egyébként általánosságban mit lehet tudni Anatóliáról? Jó? Tehát, hogy miért világörökség, miért ilyen különleges ez a része Törökország? Ugye ez a dél-kelet anatóliai vidék, ez a klasszikus Mezopotámia. Tehát ez a Tigris és Eufrates folyók köze, és hát gyakorlatilag a Tigris és Eufrates folyók között csak ezen a törökországi részen van valamilyen szintű turizmus, tehát ahol ennek a régiónak a ugye hatalmas történelmi múltját meg lehet tekinteni úgy, hogy valamiféle turisztikai infrastruktúra is épül rá. Tehát itt azért a történelem az nagyon régen elkezdődött. Hát, hogyha már a világörökségekről van szó, akkor a legkorábbi időben elhelyezhető világörökségi helyszín itt az a Göbekli Tepe. Uh-huh. Ez Sandi Urfa mellett van. Erre mondjuk azt, hogy a világ legrégebbi temploma. Körülbelül Krisztus előtti 10.000-ből származik, olyan időszakból, amikor még nem volt termelőgazdálkodás, és ezért igazából senki nem feltételezte, hogy egy ilyen korú épített, jelentős, nagy, de egyértelműen szakrális komplexum egyáltalán létezhetett ebben a korban. És létezett nagyon látványos, most már egy gyönyörű, tényleg abszolút hipermodern látogatóközpontot is építettek rá. De hát ugye itt vannak a nagy ókori civilizációknak az emlékei, ugye asszírok, hettiták, poszthettita városállamok, szintén világörökségi helyszínként a legfrissebb, múlt évi, nem sokkal azután voltunk ott, hogy megkapta a világörökségi címet, ez az Arslan Tepe. Korábban is ismert volt, mert egy nagyon látványos új hettita, ugye a Krisztus előtti második évezred vége, első évezred elejéről származó palotakomplexumot tártak fel, ennek az emlékei most Ankarában láthatók az Anatóliai Civilizáció Emlékmúzeumában, de találtak alatta egy sokkal-sokkal régebbi palotakomplexumot, ami nagyjából a sumer városállamok korában egy idős, tulajdonképpen lenyűgöző, bár jóval kevésbé mutatós, mint az új hettitakori
leletek, de hát akkor is egy 7000 éves palota falai közt, és meg egészen magasan álló falai közt lehet sétálni. Maga a történelem igazából, ugye? Ezt lehet mondani. Igen. Igen. Egyébként a mostani kultúrájára mennyire jellemző ez a bőséges történelmi múlt? Mit lehet erről tudni a kultúrájáról egyáltalán ennek a területnek? Nagyon büszkék a történelmükre. Ugye annak ellenére, hogy hát ők etnikai törökök, tehát az ő mondjuk kultúrájuk az körülbelül 1000 évvel ezelőtt jelent csak meg ezen a vidéken, de a régió történelmét és a régió korábbi kultúráit is saját magukénak vallják, és nagyon szívesen állítják ki, tehát akár a görög hellenisztikus városállamok, vagy hellenisztikus királyságoknak a kultúráját, itt most éppen egy láthatóan római kori mozaikot látunk a slideshow-n, akár a térségnek a keresztény hagyományait. Ugye itt korábban egészen a 20. század elejéig nagyon-nagyon jelentős keresztény lakosság volt. Hát ez éppen egyébként a török nemzetállam megalakulásával és az azzal párhuzamos atrocitásokkal mondjuk így csökkent le jelentősen, de most már azért, aki még ott maradt keresztény, arra vigyáznak. Akkor mondhatjuk azt, hogy egy muszlim területről van szó, tehát muzulmán területről van szó, és ez szerint a tradíció szerint élik életüket, ugye? Borzasztóan hagyománytisztelő, tehát a muszlim hagyományokat a hétköznapi életben maximálisan betartják, amint itt a vetített képeken is látszott, hogy a nők kendőt viselnek, noha ugye Törökország egy világi állam, tehát vallási előírás nincsen erre. Nekünk, tőlünk turistáktól nem várnak egy gyakorlatilag semmiféle ilyen szabálykövetést. Nyilván udvariasságból, meg illemből azért rövidnadrágban, meg spagettipántos felsőben nem mászkáltunk, mert értelmetlen ez a fajta provokáció. Ezt az isztambuli turisták megtették helyettünk, csúnyán is néztek rájuk a helyiek. Tehát a helyi kendős hölgyek, a nyugat-törökországi nagyon világi turista nőkre, akik direkt farmersortban jöttek, azért csúnyán néztek rájuk, de velünk senkinek semmilyen gondja nem volt. Nyilván az a hétköznapi életben abszolút megjelenik alkoholt. Egyáltalán nem lehet kapni, holott Törökországban ez törvény sehol nem tiltja, de mivel itt tényleg komolyan egy hagyománytisztelő és vallásos közösségről beszélünk, csak ott lehetett alkoholt kapni, ahol keresztények éltek, vagy élnek. Tehát azokban a településekben, Mardinban például. És akkor nincs is ilyen bazári hangulat, mint akár Isztambulban, vagy mondjuk a tengerparton, ugye a nagy török bazárok, itt máshogy képzeljük? Van, de a bazár az a helyieknek van, tehát az a plázának megfelelő bevásárló központ. Gyönyörű, színes, szagos a szó legszorosabb értelmében, de nem kifejezetten turistás bazárok. Tehát turistás bazár az gyakorlatilag Gaziantepben van, ami a török pisztácia termelésnek a központja. 70 féle pisztáciát különböztetnek meg a helyek. Volt alkalmunk ezt így kóstolgatni. Ott a kaja bazár az, ami olyan, tehát szárított zöldségek, aszalványok, ami nagyon színes, gyönyörűen meg van építve, tehát ott ilyen kimunkált fabódék. Egyébként mindenhol van bazár, de helyieknek való bazár. Meg hát belső turistáknak, ugye azért török országnak van egy általunk nem nagyon ismert, meg nem nagyon látjuk, mert nyilvánvalóan, ahova az európai turista megy, az egy másik rész, de van egy nagyon jelentős belső idegenforgalma, mégiscsak egy 80 milliós országról beszélünk, amelyiknek a nyugati
része az már egy közel Európai Uniós vagy uniós fejlettségi szinten van, tehát van igényük a törököknek arra, hogy turistáskodjanak, most ugye a romló gazdasági helyzet miatt, különösen a török lírának a mélyrepülése miatt egyre kevésbé mehetnek el, vagy egyre kevésbé engedhetik meg maguknak, hogy külföldre menjenek, viszont hát van nekik egy hatalmas országuk, ahol azért a belföldi turizmus az komoly, úgyhogy vannak olyan városok, például Mardin, ahol külföldi turistát egyáltalán nem látni, de óriási turista bazár van, alapvetően török belföldi turistáknak. De jó. Mi lesz a következő úti cél? Meglepődött Törökország. Most a nyáron Törökországba készülünk még. És most az égei partvidékre. Hát ez inkább most ebben, de ez tengerpartozás és antikromok, és mindenféle egyéb. Bővelkedik csodában az a rész is. Igen. Kedves Ilona, kedves Tanás, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak velünk, és beszélgethettünk erről egy kicsit. Én még megmondom őszintén, hallgatnám, nagyon szeretem ezt a korszakot, mert hogy a mezopotámiai korszakot, meg a történelmet, de bízunk benne, hogy még sok érdekességgel találkoznak, és azt majd megosztják kedves nézőinkkel és velünk is. Köszönjük szépen, és hát ha nyár, akkor jó pihenést is kívánunk. Köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen.